visszajött a répa, kínai népmese. Nagy hó esett, lefette a hegyeket és a völgyeket. Anyuzikának nem volt ennivalója, ezért elindult, hogy keressen valamit magának. No csak, két répa, lepődött meg anyuzika. Az egyiket gyorsan megette, aztán elgondolkozott. Nagy a hó, hideg van. A csacsi biztosan otthon van, és nincsen mit ennie. Elviszem neki ezt a répát. Hagy lakjék jól. Azzal elugrált a csacsi házáig. De a csacsi nem volt otthon. Lerakta a répát a küszöbre. És utána hazaugrándozott. No, de a csacsi azért nem volt otthon, mert ő is éppen ennivalót keresett magának. Talált is egy hatalmas édeskrumplit. Ment vele örömmel haza. Otthon aztán meglátta a répát. Hoho, ez meg hogy került ide? Csodálkozott. Bement, megette a krumpliát, és elgondolkozott. Nagy a hó, hideg van. A báránka biztosan otthon van, és nincsen mit ennie. Elviszem neki ezt a répát. Hagy lakjék jól. Azzal fogta a répát, és elbandokolt a bárány. Ott hagyta a répát az ajtóban, mert a bárány nem találta otthon. Hazament. A bárány azért nem volt otthon, mert ő is éppen ennivalót keresett magának. Talált is magának egy nagy fej káposztát. Nagy örömmel ment haza, és amikor az ajtóban meglátta a répát, elcsodálkozott. Hoho, hát ez meg hogy került ide? Bement, megette a káposztát, és elgondolkodott. Nagy a hó, hideg van. Az őzike biztosan otthon van, és nincsen mit ennie. Elviszem neki ezt a répát. Hagy lakjék jól. És azzal elügetett az őzikéig. Na de az őzike nem volt otthon, úgyhogy letette a répát a küszöbre. Hazament. Na de az őzikénk azért nem volt otthon, mert ő is ennivalót keresett magának. Talált is egy jó nagy karalábét. Azzal együtt érkezett haza. Amikor meglátta a répát, akkor boldogan felkiáltott. Hoho, hát ez meg hogy kerülhet ide? Bement, megette a karalábét, és elgondolkodott. Nagy a hó, hideg van, Nyuszika pedig biztosan otthon van, és nincsen mit ennie. Elviszem neki ezt a répát. Hagy lakjék jól. El is ment a Nyuszikához, de akkor a Nyuszika már édes dezen, jól lakottan aludt az ágyában. Az őzike nem ébresztette fel. Berakta a répát a küszöbre. Amikor a Nyuszi felébredt, láttam, hogy ott van a répa. Ejha! Visszajött a répa! Na hát! Elgondolkodott. És arra jutott, hogy biztosan a barátai ajándékozták meg.